Az első lehetőség a hazaiak előtt adódott, a 6. percben Gosszonyi lövését kellett védenie grófkapusnak. Az első gólt viszont a Honvéd szerezte, a 32. percben Hollander a 16-oson belül átvette a labdát, majd kilőtte a bal alsó sarkot. Az 57. percben egyenlíthetett volna a házigazda, horvát fejese azonban elkerülte a kaput. A 69. percben megduplázta előnyét a Honvéd, Hollander verekedte magát a kapuig, és a hazai védők asszisztálása mellett gulította a labdát a hálóba. A 78. percben egy kapus kirúgást követően Engong elé került a labda, ő pedig megszerezte a Honvéd 3. találatát. A 90. percben Melnyik szépíthetett volna, de nem talált el a kaput, így a Honvéd 3-0-ás győzelemmel távozott Kisvárdáról. Tudtuk nagyon jól, hogy nem lesz egyszerű a mérkőzés. Láttuk a Kisvárdának az elmúlt mérkőzését, elsősorban a videóton meccset elemeztük ki, és tudtuk azt, hogy mire kell felkészülni, hogy a bal oldaluk nagyon erős, a Pico, a Sasa és a Protic személyében ott próbálták megbontani a védekezést, mint ugye a videótonnál is, ugye Sasa volt is rúgott. Tudtuk azt, hogy semlegesíteni kell a horvátot, mert magas játékos, erős játékos, és ott életveszélyes a rögzített helyzeteknél, és a labda megtartásánál, viszont azt is tudtuk, hogy az előjátszó játékosaink, mint ahogy ezt a mérkőzésen is többször a Danilo és a Filip is beindulnak azokban a résekben, amiket üresen, hogy az ellenfél védelme, akkor lesznek lehetőségeink a mérkőzésen. Én úgy érzem, hogy elég jó arányban használtuk ki most a helyzeteinket is, ami nem volt az eddigi mérkőzéseken, az elmúlt mérkőzéseken megfelelő a részünkről. A hazaiak edzője szerint a vendégek megérdemelten szerezték meg a 3 pontot. Úgy gondolom, hogy a Honvéd győzelme megérdemelt, bár hozzá kell tennem, hogy próbáltunk mi is masszívak lenni, fölnőni a feladathoz, és úgy gondolom, hogy igazából nagyon könnyű gólokat szerzett a Honvéd, ajándékoztunk gólokat, nagyon komoly hibákat követtünk el. Pontosan ezért viszont az a pár lehetőség, amit teremteni tudtunk a Honvéd kapu előtt, azok kimaradtak. Azt mondom, hogy nagyon stabilan, nagyon masszívan védekezett a Honvéd. Nem véletlen ránézünk a tabellára a kapott góljainak a száma. Mi sem tudtuk bevenni a kapuját, úgyhogy összességében azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a mérkőzésben ennyi volt. Talán egy kicsit lehetett volna szorosabb ez a mérkőzés, de ez így alakult, úgyhogy gratulálunk a Honvéd. A forduló további eredményei a következők: Paks Moldvid FC 0-4, Újpest Szombathely 2-0, Puskás Akadémia Diósgyőr 2-1, Mezőkövesd Debrecen 2-2 és Ferencváros MTK Budapest 2-0. A tabella élén a 30 pontos Ferencváros áll, megelőzve a 26 pontos Honvédot. A 9 pontos Kisvárda 10. helyen várja az Újpest szombati vendégjátékát.